Összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik az oroszlán után a legerősebb állat. A farkas azt mondta, hogy ő a legerősebb. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, mancsával az asztalra csapott, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, reszketni kezdett az ijegységtől. A nyúlne oldalba bökte. Mit remeksz? Jól, harapjál meg valakit, majd akkor az fog félni. Oda ment a nyúl a farkashoz, és fenekbe harapta. A farkas azt hitte, hogy egy lejt csipte meg. Hátra nézett, és akkor látja, hogy az a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Gyorsan bocsánatot kért, és eloldolgott. A nyúl felbátorodott. Oda ment a medvehez, és azt is fenéken harapta. A medve azt hitte, hogy egy szűnök volt. Hátra nézett, és látta, hogy a nyúl az a legerősebb állat az oroszlán után. Ő is elnézést kért, és visszavonult a borlongjába. A nyúl végképp elszemtelenedett, oda ment a tigrishez, és azt is megharapta. A tigris hátra csapott a mancsával, és ágyönütötte a nyúszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezleten, és ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után.